gyárpisztolyt, és most én kibontom. Nem, anya tudja kibontani ezt, Olivier, add ide, légy szíves, mert nagyon. Nem fogok kibontani, fiam, az még egy van ragasztva. Gyere, ez egy ragasztó pisztoly. Hát, majd mindjárt. És mire ragasztok el a papírra? Nem mutatom, hogy én gyártam. El a papírra ragasztok. Ez egy ilyen nagyon egyszerű. El a papírra. Gyártmány. A ne el igen, papír. Igen, igen, de egy kicsit maradt csöndbe. Teddyben vettük. Nem tudom, szerintem ez a Teddynek a saját gyártmány. Nézd, és mutasd a kamerát, ne van. Handmade by me. Várja, Olivier, egy picit. 3,50 € volt, tehát durván 1000-es. És most már kibontott, és én megpróbálom. Fáj, nem, kicsit, nyugodom. Nem, akkor először kipróbálni, mert... És utána meg én. El a papírozom, én el a papírra. Nem hallott, Olivier, ma délután is be van már. Nem, adok egy másik polizány. Körülte. Ja, és még vettünk hozzá ilyen utántöltőt is, ragasztót. Az mennyi volt? Az 1 € volt, ugye? 12 darab 1 €, igen. Köszönöm. Most nem kell. Elméletileg, ahogy olvastam, elég sok mindenre jó, pont szétvágtam. Olivier, ne nyúlj egy kicsit hozzá. Textilre, bőrre, kartonra, kerámiára, műanyagra, tehát bármi. Gyakorlatilag. Nekem is kell. Olivier, ezt be kell dugni először az áramba, meg be kell tenni a ragasztó stikket, gondolom így működik. Vagyis máshogy. Itt van egy papír is. Persze ábra sehol. Ez nem tudom, mi lehet. Az, hogy le tudod támasztani. Aha, igen, én is valami ilyesmire gondoltam. Így vagy így? Inkább így, mi? Hát be kell akasztani ezt a két pöcket az elejébe. Tudom, de hova? Az orrába. Vagy az orrába, vagy az oldalába. Ide, beakasztod. Jaaa! Na hát nekem így. Ilyen... A feleségem még soha nem nézett YouTube videót, ahol forraszlopákat tesznek le, vagy ilyeneket. De ezt kivelted az igazából csak... Hát én inkább maradhat. Először ezt így próbálom ki. Most kipróbálhatom. Szerintem várni kell egy picit. Vele még elkezdi... Ma az már jó lesz azonnal. Gondolod? Persze, hát az. Na. Hát ez még nem fog. Hát nyomd neki. Nyomd még, neki. De még nem jön. Úgyhogy szerintem egy kicsit várni kell vele még. Ezt egyelőre nem olvasztotta. Nyomjad neki, légy szíves. Hiába nyomom, még egyelőre nem megy. Én nem forrósodott fel. Szerintem igen, kell várni egy kicsit még. Megnézzük hát, ha van hozzá angol leírás. Hát ilyen lassan, hogy ezeket persze angol nincsen. Érdekes, hogy németül meg olaszul minden nyelven leírják. Sőt, lengyelő, szlovákul. Hát igen, mert Teddy van Szlovéniában, meg Ausztriában, de nincsen például Magyarországon ugye. De ha logikusan belegondolsz, valószínűleg várni kell még. Ez ott működik, ez... Aha, olvad, érzem, mert be lehet nyomni. Olvad. Úgy működik kicsi, és már érzem is. És hogy működik? Tehát nézd meg, szívja magába a ragasztót, persze. Látod? És itt már... Vigyázz, mert az forró lehet. Ahogy pumpálod a első billentyűvel, úgy adagolja, tudod? Ennyi. Aha, ennyi kellett neki. Ennyi. Semméletileg nagyon gyorsan. De ez még szerintem kemény egy picit. Nézd csak, Olivier, mit akarsz megragasztani? Ezt! A papírtól csillagjátok! Ne, de ne kapkodj!
így ezt megfoghatod, de ez nem gyerekkel szépen való, csak így anyával tudod, hogy kreatívkodunk, és látod, ott jön a ragasztó. És akkor így megragasztjuk. Meg itt is! Ezt ráragaszthatjuk, jó? Na, nyomd meg a... Így, mint egy pisztoly. Úgy, úgy. Ezt majd kreatívkodtok anyával nem sokára, halloween időben. Elméletileg azért jó, mert ugye... Anna, ide is! Hú, ez tényleg ragad. Anna, ide is kell! Na jó, van, fiam, nem fenegetjük el papírra, majd mindjárt csináljátok, jó? Anna, tehát várni kellett egy kicsit éles még... vagyok! Még felmelegedett. Én éles vagyok, mit teszünk? Na, köszönjél szépen! Sziasztok, mit teszünk, Anna?